kívánok, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntöm mindannyiunkat ezen a várva várt estén, amikor végre vendégül láthatjuk itt a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen lengyel vendégművész csoportunkat, a Pogozsányi Tánc Együttest. Dobrý večer, pane Stvo. Zakázník šanté ročnice samozřejmě narodovosti polské. Będziemy tutaj skoro malą uroczystość, na której gościmy gości z Polski, zespół ludowy Pogórzanie. Tisztelettel köszöntöm körünkben először a lengyel vendégcsoport vezetőjét, Mise Piaskove város vezetőjét, Marek Klára urat. És János Benzsin urat, a Községi Művelődési Ház igazgatóját, aki az együttes fenntartója ehhez a Művelődési Házhoz tartozik az együttes. Direktora Domu Kultury Miejsców Piaskowym, który finansuje właśnie zespół. Sorban köszöntöm az együttes nagyon kedves régi ismerősünket, aki pedig nem más, mint Małgorzata Machnyi, a Pányi Gosia, aki már volt nálunk az iskolában, és aki nagyon sok szépet tanított már itt a gyerekeinknek. Ő az együttes vezetője és koreográfusa. Kierownika zespołu Pogórzanie, panią Małgorzatę Machnyi, która była tutaj, przebywała w tej szkole w zeszłym roku, uczyła. Fox Tivadar, a 17. kerület Rákosmentő önkormányzatának alpolgármesterét. Köszönöm. Valamint Rózsahegyi Péter urat, a 17. kerület Rákosmentő önkormányzatának képviselőjét. Buskó András urat, a 17. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Nagy szeretettel, Rákosmentő önkormányzata nevében, természetesen elsődlegesen lengyel barátainkat itt nálunk Rákosmentén ismét. Vitán Pásztva. 10 éves évfordulót ünneplünk, hiszen 10 évvel ezelőtt alakult meg a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, de egy másik évforduló is van. 5 éve vagyunk testvérvárosi kapcsolatban Rosszói járással. Akkor így meg. Van való kapcsolatunk a legifjabb kapcsolat, testvérvárosi kapcsolataink közül, hiszen az első az Érdő Szent Miklóssal, utána felettetve Klóborán, és így a harmadik a sorban a Rosszói járás. A külföldi kapcsolataink közül mondhatom büszkén, hogy a legjobban működő a lengyel testvéreinkkel, lengyel barátainkkal a Rosszói járással van. Megerősítve azt a mondást, hogy magyar-lengyel két jó barát. Ez természetesen a 10 éves és a Nemzetiségi Önkormányzatnak, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak, hiszen az ő segítségükkel született ez a testvérvárosi kapcsolat, és én is virágzik azért is. Köszönöm és az Olajvédváros Pálnak. Azt pedig lehet, hogy ez a kapcsolat milyen jól virágzik, azt önök is most a saját szemükkel tapasztalják és tapasztalhatták az elmúlt két évben, hiszen két év óta van itt a Diatalogi Általános Iskolában néptáncoktatás, a lengyel néptáncokat tudják a gyermeket megtanulni. Ez nagyon fontos, hiszen nekem még nagymamám annak idején azt mondta, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet ismersz. Én úgy gondolom, hogy ezt le is lehetne fordítani egy kicsit arra is, hogy ahány népnek ismered a kultúráját, annyi ember vagy. Tehát mi
és önöknek, itt a gyerekeknek is nagy lehetőség van arra, hogy egy másik népnek a kultúráját megismerve többek legyenek, saját maguk is többé váljanak. Megcsodálhatják önök is, hogy hová fejlődött két év alatt a Jadolóki Általános Iskolának ez a kis táncsapata. És egy újdonság, ami ebben az évben indult októberben, hogy most már az iskolában nyelven is lehet tanulni, a lengyel nyelven lehet csinálni, a Nemzetiségi Önkormányzat pályázata jó voltából. Ézak, nagyon jó szórakozást a ma estére.